megvan! Megvan! Ja, de nem számolt el. Ja, mert Szentrigát lőtted vissza a saját rakétáját, az mennyire pro? Wow! Oké, kezdjük el! Nos, üdvözlőjük a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy Team Fortress videó. Végre valahára a Tough Break update-tel fogunk most foglalkozni. Harmadjára próbáljuk meg ennek a videónak az elkészítését. Eddig mindig valami nem működött, vagy az internet, vagy a Bowser. De most úgy néz ki, hogy minden rendben van. Megpróbáljuk bemutatni, hogy miről szól ez az update. Neki abált el. Az a helyzet, hogy bármikor kijön egy ilyen kontraktes frissítés, valami nem működik. Tehát nem azért nem TF-ezünk, mert nem szeretünk benneteket, és mert ne szeretnénk mi magunk TF-ezni, hanem elképesztő, hogy hányszor nem sikerült és milyen különböző indokokkal fölvenni ezt. A kontraktekben le vagyunk maradva, éppen saját magamat fogom itt lángszórózni, és éppen a Pyro kontraktet próbálom meg teljesíteni, kevesebb sikerrel. Az a lényeg, hogy a kontraktes rendszerről eszembe jutott valami. Mi jutott az eszedbe, Imre? Rengeteg játék úgy működik, hogy azzal próbál magához láncolni, hogy napi küldetéseket ad, és úgy játsztat téged, hogy eleinte még azért van kedvem ezeket a napi küldetéket csinálni, hú de jó, ez a játék, nyomom, és ezután átcsap abba, hogy már muszájból játszol, és már muszájból csinálod a napi küldéket, és egyébként már nem is biztos, hogy van kedved játszani a játékot, de ha már azért a napi küldi megvan, akkor azért csak megcsinálom, és csak lefújok itt mindenkit a kárt körül. A TF2 esetében ez úgy működik, hogy ha akarsz, befizetsz, ugye ez a $6, amit igazából pár dobozzal vissza lehet keresni, ha viszont nem akarsz, akkor nem kell. És én befizetek, és tudom, hogy ettől eddig kapom a napi küldetéseket, és van motivációm, hogy ebben az időszakban én ezeket, mint valami quest, teljesítsem, és utána, ha nincs kedvem TF-ezni, nem fogom azt érezni, hogy lemaradok valamiről, mert amúgy ezt most nagyon kéne játszani, mert amúgy semmi értelme. Nem, tudom, hogy én ebben az időszakban TF-ezni fogok, és ami miatt mondom ezt az egészet az, hogy ebben az időszakban mindig rájövök arra, hogy a TF2 még mindig egy tök jó, és élvezetes, és fun játék, és valószínűleg az az oka, hogy nem vagyok rákényszerítve arra, hogy minden nap ezzel játszak. Így van. És a kontraktok amúgy kifejezetten kreatívak és érdekesek. Tényleg rávesznek arra, hogy olyan fegyvereket használj, amit amúgy nem. Most már ezek az új kontraktok már sokkal okosabban is csinálják meg ezeket a kihívásokat, úgyhogy szerintem ezzel mindenképpen sokat fejlődött a Team Fortress. Úgyhogy most játsszuk, nekem Huntsman kontraktom van, az öreg Imrének pedig Pyro. Ah! És a Pyro arra is kap pontot, ha eloltja a másikat. Tényleg, mert hogy voltak ilyen fegyver update-ek. Igen, gyorsan, ami érdekel minket. A Pyro-t tönkretették, messze túl erős a floggal, most már egyszerűen kivégezhetetlenné vált. A Pyro már übercsatot is kap, miközben Tauntól, stb. Az egész őrület, de megkapta azt, hogy ha elfújja a csapatásait, akkor kap vissza 20 életet, valami ilyesmi. Valamennyit. És ez megint egy nagyon egyszerű irányítás a játékkészítők részéről, hogy gyerekek, játszatok egymással, csapatjáték. Team Fortress. Álló! Nem hiszem el. Nem elfelejtettem játszani. Ez az! Sneaky Pyro. Úristen! Szóval nerfölték a lapátot minden mellett, mit csinálsz? És én ezt azért nem értem, mert pont a lapát volt annyira egy OP fegyver, gyerekek. Olyan baromi nehéz volt vele rendesen ölni, hogy ti is láttátok, mennyire örültem, amikor mi történik itt körülöttem! Ti is láttátok, mennyire örülök neki, amikor sikerül lapátolni, mert nehéz. Az egy kifejezetten egy ilyen szempontból prób fegyvernek számít, és ezért nekem nagyon furcsa, hogy pont ezt kellett nerfölni, amikor a Pyro most már messze túlságosan kezelhetetlen. Még egy fél mondat. Jöhet. Közösségi térképek. És nagyon királyak. Új pályák, és ez megint bizonyíték arra, hogy egy nagyon erős közössége van. Még mindig sok évvel a megjelenés után a TF2-nek, mert azért pályát szerkeszteni nem olyan egyszerű ám, hogy hát ha van pályaeditor, akkor csinálok valamit, az biztos jó lesz. Nem. Hát itt annyi szempontot figyelembe kell venni, hogy balansz legyen a játék támadói és védekezői oldalról is, hogy az tényleg az hatalmas kihívás a hivatásos játékfejlesztőknek is. Mm-hmm. És erre itt van egy community, és olyan mepeket csinál, és rohadjon meg a Valve, ezért nincs rákényszerülve arra, hogy így megtörje magát, mert a community megcsinálja a tök jó mepeket, úgyhogy nem tudom, ha nem lenne community, akkor lenne Half-Life 3.
Illuminati confront? Oké. Kizelem! Kizelem! Sikerült. Jövök, most jól oda momáljak. Mész innen! Toljuk a kocsit, gyere innen! Ez az. Gyere! Ez az. Taj, úristen, mindjárt fenn vagyunk. Aha. Menj innen! Jó, oké, mehetünk, gyere innen! Együnk csokit! Reese's Pieces! Sponsor! Nem! De nyugodtan! Reese's, ha ezt nézed, nyugodtan! Aha, Spy! Gyere ide! Dög! De még a... Megvan? Yeah! Oké, mögöttük vagyok. Meg a medikét! No! No heavy! Elszaladok! Ajánl meg, te is nem! Visszaszaladok! Én nem is tudom, hogy mi történt, hogy ezek miért nem vettek engem észre. Meg a medikét! Gyere ide! Én is próbálom őket megkerülni. Oké. Gyere ide! Ajánl már meg! Ez az! Szép! Erre kell? Nem tudom, hogy merre kell menni! Hoppá! Nem fog itt kijönni senki, mert még nem itt spawnolnak. Good! Hova tűnt? Mi volt ez? Nem értek én már semmit. Ne szaladtam. Oh, mögöttünk! Spy! Ez az! Hol vagy? Jövök! Megvédelek, hol vagy? Hol állsz? Nem tudom! Nem ismerem a pályákat, Imre! Itt vagyok, itt a C felirat... Ne, lőnek! Látom! Jó! Oké, most besunyogok. Szerintem mögéjük. Nem vagy benne teljesen biztos, hogy ez mögöttük van. De talán igen. Aha, igen. De. Nem. Jó, itt jövök mögötted. Oké. Test team, gyerünk! Aha, oké. Ali. Én semmit nem értek, hogy mi, merre, melyik alagút, hova, én csak ülök itt a tankon. Én leszek itt egy tag. Én egy lélegző, dobogószívű tank vagyok. Gyere ki! Nem igaz! Ja, jó, itt vannak mögöttük. Szia. Te mi van? Jézus Mária, mi történt itt? És igen! Ja, hogy miközben nyertünk? Második, harmadik. MVPs! Back in business. Contract case. Bonts! Yes, bontunk! Mit kapunk? Csak nem egy! Mit? Ja, hogy már kétszer kaptam meg. Wow! Dress to kill sticky bomb launcher. Civilian grade battle scarred. Így néz ki! De egyébként nagyon szép kis részletes dizájnja van, szóval... Én a weapon skinek engem soha nem érdekeltek, a strange-ség az a legkirályabb, de igazából nem látom, hogy ez... Woohoo! Na! Bonts! Te is! Jaj, bontok! Dress to kill knife, minimal wear. Hát, király. Aha, balról jön egy demo man. Ah, egy sentry! Egy surprise sentry, meghalt. Menj! Ja Isten, hát a stressz az nem mindenkire ugyanolyan hatással van. Oh, fut! Oh! Mit csináltál? Oh! Jézus Máriám! Gergő a Spike mozgási rendszerének kiszámítójának a mesterének az embere. Round 2, bitch! Jössz vissza! Most szegény, szerencsétlen. Jó, szegény. Egy összejött, egy double donk, és egyszer magamra robbantottam. Medik, létszik. Hello, itt vagyok melletted. És elmúlik, és ott vannak a sztikijeim, és meghal mindenki! Nem csak a medik, de az a lényeg. Igen. És most meghalt. Úristen! Igen.
Őt így két oldalról, igen. Jó. Ez a Loose Cannon-ös contract is jól mutatja, hogy életemben soha nem játszottam a Loose Cannon-nel, és most fanolok, és jól érzem magam, és már véletlen összejött egy kill, és észre se fogom venni, és valamilyen szinten a végére meg fogok tanulni double donkozni, remélem. Én megint itt kill-streakek ezzel a katasztrofális weaponnel lassan, amihez én sem értek, mert hát tényleg ez a lényege. Viszont nem mondanám, hogy feltétlenül frusztráló, hogyha az ember egy olyan fegyverkontraktot kap, amihez nem ért, és mondjuk nincs kedve vele játszani, mert a tanulás folyamata... Gyere ide! A tanulás folyamata az mindig öröm. Tehát, hogy ha mondom én a Huntsman-nal annyira nem vagyok jó, de igazából jó látni, hogy azért egy-két ilyen lövést úgy féltávról már elérek. Not that kind of trunk. Ha most kilépnénk, és újra be akarnánk lépni, akkor az esélye annak, hogy valamelyikünk gépe éppen nem működne az új update miatt, az úgy mondjuk egy 90%, úgyhogy most akárhova is megyünk, kedvenc pályám. Igen. Cool. Toljuk is. Várj, még nem, mert nekem most olyan kritikus pillanat, amikor betölti a pálya izét. Ne! Sikerült, Imre? Oké. Okay, it's akkor on! Már lépek vissza a pirosba, mert az a mi színünk. Várjál, most melyikbe? Vanguardba vagyok, nem, maradok képbe, mindegy. És akkor most te belépsz, most... és én be tudok lépni hozzá. Igen, sign in, mert meg is történt. Bosszulj meg! Próbálok! A lock kill. A máker lock kill. Elment. Az áram. Nem hiszem el! De azt tudod, hogy neked most nem mentette le a videót. Shit, azt se hiszem el! No! No! Miért? 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 Jó, én ezt lementem. Legalább az enyém meg legyen. Ez mi voltunk a Game Day-ről? Elment az áram. Szevasztok.